avat föl, testvéreim. Most, hogy így együtt vagyunk, mindannyian bemutatkozom nektek. Kun Teodor vagyok. Az ős magyar keresztény testvéreimnek csak Kun Teo. Elhoztam nektek az igazságot a koronavírussal kapcsolatban, hiszen mindannyian tudjátok, hogy Amerika az, aki az egész mögött áll. Amerika, miután Trumpot megválasztották, aki köztudott, hogy magyar, hiszen Donald Trump, Don Land, ha jól tudjuk, Don földje, Dunau földje, Donau földje, a Duna földje. Innen jön. Tehát ő egy ős magyar, aki segít rajtunk, majd mindjárt megtudjátok, hogy hogyan. Szóval, mióta Trumpot megválasztották, erről adatok vannak, hogy CIA ügynököket küldött Kínába, hogy fölépítsenek ott titokban egy biológiai labort Wuhan városától nem messze, köztudottan, szándékosan, hogy humorra vegyék az egészet, pontosan ugyan olyan emblémát adtak ennek a labornak, mint a Resident Evil nevű, amúgy 100%-osan a valóságot is visszatükröző számítógépes vagy konzol játéknak. Miután fölépült ez a labor, erre kitenyésztett CIA és denevéreket küldtek szét Kínában, hiszen tudták, hogy a kínaiak mindent is megesznek. Tisztában voltak ezzel, egy denevér elszökött, ezzel mindenki tisztában van, hogy az a denevér azóta Gotham városában rendetlenkedik. Soha ne feledjük az igazat, az ős igazságot. Arról, hogy mit rejtenek el előlünk. Ezek a CIA ügynökök szétterjesztették a vírust, rákenték a kínaiakra, hogy ezzel ellenük fordítsák az alapvető emberi rosszat, úgy mint a félelmet, az undort és a rasszizmust is. Gondolhatnánk, hogy ez az igazság. De nem. Mert ha jobban belegondolunk abba, mi van, hogyha ezt az oroszok csinálták? Vagy az illuminátusok? Vagy a szabadkövesek? Szerintem a zsidók. Mindenféleképpen a zsidók tehetnek az egészről, a zsidó világuralom, a zsidó világszervezet, ők állnak-e mögött. Ők akarnak elpusztítani minket, és az ős magyar keresztény kultúránkat. Soha ne feledd. Szabad föld, és az igazság mindig velünk van. Hiszen mindenki tudja, hogy mi honnan jöttünk. Mi árja magyarok vagyunk, hiszen Hungária benne van a nevében. Hungária. Mink árják vagyunk. Az ős magyar turáni nemzetség, akik a japánokkal együtt összefonódva élnek itt a világban. Egy a vérünk, egy a DNS-ünk, ez köztudott. Mindenki tudja. Na de visszatérve ez az egészhez. Szóval ez a Donald Trump, aki magyar, ős turáni vér csörgedezik az ereiben, bizalmatlanságot indított így Kína ellen,
ugye a rasszizmus, a félelem, és a undor által. Ez a bizalmatlanság gazdaságilag meg fogja ingatni ezt a hatalmas országot, ami kihatással lesz a többi országra, és dominó elfként fog összedőlni a világgazdaság, és ebbe a káoszba tudjátok, hogy mi a jó. Tudjátok, hogy ez miért van? Ez azért van. Azért van. Hogy ezt kihasználva a szíriuszi magyarok leszállhassanak az égből, és feltörhessék a Vatikán titkos könyvtárát, ahol eltitkoltan tartják a magyarok hősi tetteit és nagyszerű cselekedeteit, ahol eltitkolják azt, hogy a szíriuszi magyarok Csaba királyfival együtt megszelidítették az aldebarani gyíkembereket, akik ma Pataki Attila házi állatai. És az aldebarani gyíkembereket rabszolgaikába hajtva felépítették a zikkuratot, felépítették a tolmék piramisokat, felépítettek mindent is, hiszen köztudott, hogy minden is magyar. Erre van ez az egész. Erre van ez a vírus. Hogy mink magyarok, a turáni ős magyar vér, az újra a trónra ülhessen. Be kell bizonyítanunk a világnak. Ez az igazság. Nincs más igazság. Csak ez. És már Dunaföldi bácsi megúsztatta a privát tőzsde cápáit Kína és Ázsia felé, hogy mindet a magyaroknak a rabigájába hajtsa. Mind cégek, mind magyar kézbe lesznek holnaptól. A Bank of China trónján Csányi Sándor fog ülni. Soha ne felejtjétek. Szabad föld, ős magyar keresztény testvéreim, a boldog asszony turulja kíséljen utatokon.